Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi vár január hónapban a Szkorpión jegyében születettekre? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a havi jóslást, a díjam 4000 forint. Az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, január hónapban a szerelem bolygója Vénusz a Szkorpión jegyében lesz, tehát van egy erős szerelmi energia. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Melletted megjelenik egy jóindulatú hölgy. Az lehet valaki a környezetedben, aki segít neked. Egy barátnő, valaki a családból, vagy egy kolléganő, és megbízhatsz benne. De ez a jóindulatú hölgy lehet a te személyiséged, a te tartásod, hiszen mindenkivel szemben olyan jó indulatú vagy. Megjelensz az első sorban. A fejed fölött nincsenek kártyák. Az jelenteni a te gondolataidat vagy terveidet, de látható, hogy zárkózott vagy, és nem engeded meg azt, hogy valaki bepillantson a gondolataidba. Ez a férfi jelenti a lelki társadat, vagy utal a férfiakra. Kettőtök között megvan a kapcsolat, hiszen egy vonalban vagytok. Ami összeköt benneteket, az a szerelem, és itt a nyilvánosság, vagy az elismerés. Az ő gondolataiban megjelennek ezek a kártyák. Sőt, itt látható az ő gondolata. Találkozni akar veled. Itt a szerencse. Megvannak nála az elvárások, ami a szerelmet illeti, a hűséget, vannak ilyen tervek, és ő érzi azt, tudja azt, hogy itt lesz egy jó kimenetel. A gyermek jelentheti a gyermekeket, és találkozás a gyermekekkel, vagy a gyermek utal az ártatlanságra, a fiatalos kisugárzásra, vagy egy új kezdetre. Tehát látható itt, hogy nála vannak szép tervek és gondolatok. Ő ezekkel a kártyákkal van egy vonalba, itt megvan a hűség, a barátságok, a találkozás és a szerencse. Veled is egy vonalban van. Ha te egy hölgy vagy, akkor ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalban. Ez a ház jelenti a családot, az otthont, itt van az elismerés, a jó anyagiak. Persze ez a ház kihathat a munkára, a hivatásra is. Amikor kiépítesz valamit, itt vannak az elismerések és a jó anyagi helyzet, a nyeremények. Vele is egy vonalban vagy, és ezekkel a kártyákkal is. Az utak lehetnek fontos találkozások vagy döntések. Amikor elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. A gyermek jelenteti a gyermekeket, de lehet egy új irány, egy új kezdet is, és az kihat az otthonodra, vagy a családra. Ez lehet egy ingatlan vásárlása is. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét január hónapban itt látható. Itt felülről tekinted a dolgokat, és tervezel valamit hosszú távon, sőt, itt is látható ez a hosszú út. Ez a jóindulatú hölgy lehet valaki a környezetedben, de jelentheti a te tartásodat is.
Itt szerencse lesz a szerelemben, lesz egy új kezdet, egy új irány, esetleg egy új ismeretség. Itt a fa jelenti a gyógyító erőt, de jelenthet egy biztos helyet is, ahol le tudsz gyökerezni. A hivatás, a lakhely, vagy a párkapcsolat. Itt lesz mozgás, előre mennek az események. Ez a kártya mindent jelent, ami mozog. Sport, autó, változások, kirándulás, költözködés. Második hét, január hónapban, itt látható. Lesz egy fontos találkozás, ami megfelel az elvárásaidnak és szerencsét hoz. Ez a férfi is ezt tervezi. Itt megvan a nyilvánosság, az elismerés, a ház jelentheti az otthont, a családot, a környezetedet, a gyermek a gyermekeket, de lehet egy új kezdet, például valaminek a kiépítése, és akkor a virágcsokor lehet egy kreatív tevékenység, és itt van a nyeremény. Amit a virágcsokor még jelenthet, egy meghívás, egy ajándék. Harmadik hét, január hónapban itt látható. Az ő gondolataiban megjelenik a szerelem, a gyermekek, a találkozás. Itt megvan a hűség és a szeretet, a szerelem. Ami a munkát illeti, itt megvan az elismerés. Valami változik az otthonban, vagy valaki útban van hozzád. Itt ez a kulcs jelenti a magabiztos fellépést, vagy ezzel a kulcssal le lehet zárni bizonyos dolgokat, vagy kapcsolatokat, de egy időben kinyílik egy új ajtó, mivel itt a nappali szoba, a ház, az lehet változás az otthonodat illetően, vagy a családban. Utolsó hét, január hónapban itt látható. A férfinak vannak szép gondolatai, tervei veled kapcsolatban. Itt lesz nyeremény, itt a remény, jó anyagi helyzet, a szerencse, az ajándék, a család, itt kiépülhet valami. Az egyetlen, ami engem zavar itt a képen, ez a síró nő. Az lehet, hogy valami elszomorítja őt a munkát illetően. De az is lehet, hogy egy nő közeledik hozzá, és sír, hogy mennyire rosszul érzi magát a munkahelyen, vannak anyagi gondok, és szeretné ez a nő, ha ő segítene. De szerintem nem így van, hanem ez a nő hisztizik, tehát nem az igazságot mondja, de látható, hogy a férfi jó indulatú, és segíteni akar neki. Tehát ez is lehet, hogy ilyen helyzet lesz nála, de az is lehet, hogy itt nem egy nőről van szó, hanem a könnyek mutatják az ő könnyeit, hiszen akkor a munkahelyen vannak itt problémák, holott a körülötte lévő kártyák nagyon szépek. Itt van az elismerés, a remény, a jó anyagi helyzet, tehát itt vagy így van, vagy úgy van, előfordulhat, hogy egy nő nyafog neki, kéri a segítségét, holott ez a nő nincs erre ráutalva. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!